Flumen projekt célja a karbonmentes gazdaság irányába tett lépések egyik fő elemeként annak vizsgálata, hogyan tehető alkalmassá a földgázszállító rendszer hidrogéntartalmú közeg szállítására. A projekt a hidrogén földgázban történő viselkedésének kutatására, illetve a gázösszetétel elemzött technológiák feltérképezésére és bevezetésére fókuszál, mivel jelenleg a magyarországi földgázszállító rendszeren használt gázösszetétel elemző berendezések nem képesek megmérni a hidrogén tartalmat. Jelen fázisban ennek a műszaki és tudományos megalapozása történik a Miskolci Egyetemmel együttműködésben. A Miskolci Egyetem és a Földgázszállító ZRT áprilisban elindult közös projektje a Flumen kapcsán jöttünk össze. Ez az első ilyen nagyobb volumenű megbeszélés, ahol egyeztetjük a konkrét feladatokat, áttekintjük a jövőbeli terveket. A jelenleg bevont kollégák mindegyike bemutatásra kerül, a részfeladataikat áttekintjük. A metán emisszió csökkentés kiemelten fontos számunkra a fenntartható működés hosszú távú biztosítása érdekében. Ez komoly kutatás és fejlesztési kihívásokat jelent, ugyanis az iparági gyakorlatban nem állnak rendelkezésre pontos adatok, becsült, számolt értékek alapján tudunk kiindulni. Tehát ahhoz, hogy csökkentsünk, először mérnünk kell. Ezért a Miskolci Egyetemmel együttműködve projektet hoztunk létre, ahol közösen keressük a válaszokat ezekre a kutatás és fejlesztési kihívásokra. A földgázszállító hálózatnak a szivárgási jelenségeivel, konkrétan a metán emissziónak a jelenségével foglalkozik. Az egyik fő terület a projektben az az, hogy mi is az a szivárgás, honnan van szivárgás. Ez a szivárgás, ez üzemszerű szivárgást is jelenthet, illetve vannak olyan technológiai műveletek is, amik környezetbe történő gáz, illetve metán kibocsátással járnak. A projekt másik fő lába az az, hogy hogyan, milyen módszerekkel lehet ezeket a méréseket elvégezni, ahhoz, hogy pontos, átfogó képet tudjunk kapni ezekről a szivárgási jelenségekről számértékekkel alátámasztva.